Különleges feliratokkal találkozhat napjaink magyarsága egyre több hazai és határon túli település határában. Rovásos helységnévtáblák ezek. Sokan csupán valami elfeledett nyelvből hátramaradt, jelentéktelen jelsornak tekintik a rovást. És kevesen tudják csak, hogy ez valójában egy olyan egyedülálló kultúrkincs, amely a legtávolabbi korokba nyúlik vissza, bizonyítva, hogy őseink már az emberi művelődés forrásvidékénél a forrásfakadáskor jelen voltak. De vajon miért olyan fontos, hogy ősi jeleink ne csak az emlékezetünkben éljenek, hanem a mindennapok részeként használjuk is őket? Európában négy írásrendszer létezik, a latin betűs, a cirill, a görög, és ezek mellett a rovás, mely együtt fejlődött nyelvünkkel és a magyar művelődés szinte minden területével való kapcsolata révén a magyar szellemi értékrend meghatározó részét képezi. A magyarság tehát azon népek közé tartozik, melyeknek önálló gondolatrögzítő eszközrendszerük, azaz írásuk volt a latin írásbeliség előtt. Maga a rovás szó a róni igéből származik, eredetileg írást jelent. Így a napjainkban használatos rovás írás megnevezés valójában nem helyes, azonban a széles körű elterjedése miatt a rovó társadalom már ezen alakot is elfogadottnak tartja. A rovást egy összmagyar írásnak tekintjük, a honalapítás előtti leleteket összefoglaló néven kárpát-medencei rovásos emlékekként említik a paleográfusok. A történelem folyamán a székelyek voltak azok, akik a rovást továbbfejlesztették, és mindvégig megőrizték az utókor számára. Ezért ősi írásunk ma legelfogadottabb megnevezése a székely magyar rovás. Míg a székely magyar rovásnak az emlékei általában középkori vagy annál későbbiek, addig a kárpát-medencei rovás, amit itt az egész Kárpát-medencében használtak, ez egy korábbi időszakot takar, tehát tulajdonképpen abból az időszakból kapunk információkat a magyar nyelvről, amiről egyszerűen nem volt írásos emlékünk. A székely magyar rovás és a kárpát-medencei rovás igazolt, tehát tudományosan is bizonyítható történelme az ezer néhány száz évre vetíthető vissza, de közvetett bizonyítékok, illetve hát feltételezések vannak arra, hogy ez az írásrendszer igenis kapcsolatban állt az ókori íráskultúrákkal és valószínűleg számoláskultúrával, amelyeknek a tudása, tapasztalata talán átszűrődött a ma általunk is használt székely magyar rovásba. A székely magyar rovás és a kárpát-medencei rovás kutatásánál a legnagyobb problémát az azt jelenti, hogy viszonylag kevés emlék van. Persze ezt tudni kell, hogy ez a világ minden írásrendszerére igaz. Tehát azok a népek talán szerencsésebbek, akik kőbe vésték a dolgokat, hiszen Egyiptomban ugye mindent, ahol láttak egy kis sík felületet, azt teleírták, és ez ilyen szempontból jobban megmaradt ugye ott a sivatagban. Nálunk pedig nagyon sok mindent fára véstek, ami ugye tönkre megy. De szerencsére nem csak fára, hanem fémre is, és például az egyik avarkori sírból egy ezüst serleget találtak, egy avarkori sírból egy ezüst serleg került elő, és ezen a serlegen szintén van Kárpát-medencei rovással írt rovás felirat. Egy avarkori temető feltárása közben találták a híres szarvasi tűtartót. A női sírból származó csontból faragott tűtartó felirata egy 8. századi mágikus szöveg. Legszebb kárpát-medencei rovás emlékünként tartják számon a Nagyszent Miklósi Lelet együttest, melyben 13 rovásos aranyedény található. A Nagyszent Miklósi aranykincs azért is nagyon szép emlék, mivel nem csak mert szép, mert arany, hanem azért is, mert ezek a betűk nagyon jól olvashatók. Mert ugye az is jó, amikor egy csont tűtartót kiásnak, és rajta van például egy kárpát-medencei rovással készült felirat, de hát azért az 1200 évig mégiscsak a földbe volt. De az aranykincsnek nem ártott a föld. Még azt is tudjuk jól olvasni, hogyha egy betűt először egy picit rosszul rajzoltak, és kijavították. Ezt is pontosan lehet követni. Lehet tudni, hogy hányan írták bele, hiszen más a kézírásuk. Bár a leletek épségben maradtak fenn az utókor számára, eredetük mégis vitatárgyát képezi, mert az edények gyűjtelékes jellegűek, vagyis nem egy időben és nem egy műhelyben készültek.
Egyes feltételezések szerint ezek Ajtonyvezér 11. századból származó kincsei, mások szerint az avar fejedelmi kincstár gyűjteményének része lehetett, hiszen a rajtuk található jelek az avarkori szarvasi csonttű tartó jeleivel rokonok. A lelet jelenleg Bécsben óbolgár kincsként van kiállítva, annak ellenére, hogy a rajtuk található feliratok ómagyar nyelven íródtak. A 8. századtól visszamenőleg a rovás eredete már a múlt homályába vész. Így a legendás, 6500 évesnek vélt tatárlakai korongon található képírásos jelek rováshoz való kapcsolhatósága is csupán feltételezésen alapul. A kereszténység terjedésével átvételre került a latin betűs írás, mely a rovás használatát egyre inkább kiszorította. Sőt, egyes bizonyítatlan elméletek szerint a kereszténység terjesztésekor szándékosan pusztították is ősi írásunkat. Ennek ellenére mégis az egyházi használata miatt maradt fönn, hiszen a székely magyar rovás emlékek elsöprő többségét az imádságok és egyéb vallási szövegek teszik ki. Még ma is találhatunk 16.-17. századi eredeti templom feliratokat például a Csíkszentmiklósi római katolikus templom belső falán és az Énlakai unitárius templom mennyezetén. Mikor a művelt nyugat országainak tudós főpapjai és országkormányzó előkelői csak lassan kezdik tanulni a latin írást, akkor a székelység pásztorai és mesteremberei az Ázsiából hozott ősjelekkel már ismerték és rótták a betűket. Így fogalmaz dr. Lévai Lajos helytörténész a kiemelkedő korai írásműveltségről. Hogy a székelyek a középkor során már használták ezt az érdekes jobbról balra haladó írást, arról a bécsi képes krónika és túróci krónikája is megemlékezik. A székelyek a szkíta betűket még nem felejtették el, de azokat nem írással, hanem pálcákra való metszéssel, rovás módjára használják. Bonfinius, Hollós Mátyás király történetírója is hasonlókat ír a székelyekről. Szittya betűik vannak, amelyeket nem papírosra írnak, hanem fácskákra rónak. Kevés jellel sok értelmet fejeznek ki. A rovás írás úgy történt, hogy a rovásbotot a székely baljában tartotta, és késével, bicskájával felülről lefelé rótta a szögletes, merev, a vágás technikájának megfelelő írásjeleket. Tehát a rovásbotot, ha vízszintesen tartjuk, akkor jobbról balra kell olvasnunk, ellenkezőleg, mint rendesen. Míg ha függőlegesen tartjuk a pálcát, akkor felülről lefelé betűzzük. A rovás szó magyar nyelvkincsünkben különféle formákban van jelen. Ha valakinek sok törleszteni valója van, akkor azt mondjuk, hogy sok van a rovásán. E szólásmondást Mátyás király korában jegyezték fel. A régi világban ugyanis rovásbotra vágták, rótták az adót a polgárokra. Két egymás mellé tett botra írták fel a fizetendőt és a törlesztést. Egyik rovásbot az adófizetőnél, a másik az adószedőnél volt. Nem volt ritka még a 20. század elején sem a székelyeknél, hogy a pallér a szállított követ vagy homokot a szekeresektől rovásboton vette át. A pásztorok a pálcájukon jegyezték fel a nyájban történt eseményeket is. Így van bárányrovás, borjúrovás, sőt innen származik a szóbeszédben oly sokszor használatos dögrovás. Nemzeti írásunk hagyaték, örökségünk. Nem csak a modern, újkori magyar nemzetnek az öröksége, hanem az összes ősünknek az öröksége is. Ez nem csak az írás formájában jelentkezik, hanem annál is inkább az írásnak a logikájában. Ez egy olyan gondolatvilágot, egy olyan gondolkodásmódot hagyományoz ránk, amely nem csupán egy jelsor, hanem lehetőséget nyújt arra, hogy ennek a tapasztalatnak a birtokában a magyarul való gondolkodás, a magyar nyelven való alkotó munkában új lehetőségeket nyisson ki. Nos, ez csoda. Csoda, mert nincs még egy olyan írás, aminél ez így felfedezhető lenne. A rovásírás azt üzeni nekünk, hogy egyszerre tudok olvasni rovás jelekkel, hangokat jelölő jelekkel egy szót, egy mondatot, és ugyanakkor ezek a hangokat jelölő formák, ezek egy egész gondolatkört is meg tudnak idézni. A székely magyar rovás együtt fejlődött nyelvünkkel, ezért ez a legalkalmasabb eszköz arra, hogy a magyar nyelvet lejegyezzük.
A latin betűs írással ellentétben ez egy hang szerinti írás, tehát minden magyar hangnak saját írásjele van. A történelem folyamán a jövevény szavak nyelvünkbe való bekerülésével alakult ki a Z és a J hangunk, melyeknek szintén van külön írásjelük. Bár a magyar nyelvben nem jelölnek önálló hangot az idegen betűk, azaz az X, az Y, a Q és a W, azonban igény mutatkozott ezen karakterek rovásos változatának megalkotására is. A rovásnak egyik tulajdonsága az írásirány. A székely magyar rovást hagyományosan jobbról balra írták, amely követi az ókori íráskultúráknak a hagyományait. Ezt a hagyományt a rovás megőrizte, ugyanakkor a fejlődés folyamán kialakultak olyan írásmódok is, amelyek balról jobbra mutatnak, ilyen esetben tükrözik az írást. A rovással azért lehet ezt megcsinálni, mert minden egyes betűje, akármilyen szögben forgatva autentikus, tehát egyedi, ezért nem történik olyan eset például, hogy egy latin betű példájával éljek, a B vagy a P betű, hogyha el van forgatva, akkor egymásba csúszik a kis írott betű. A rovás ugyanakkor nagyon nagy gazdagságot is mutat, tehát alapvetően jobbról balra ír, lehetett vele írni balról jobbra is, de megjelentek a függőleges írások, sőt, olyan érdekességet is találtunk, ahol az írás irány váltakozik soronként, ezt hívják ökörszántásnak, vagy idegen szóval busztrofedonnak. A rovásban már a honalapítás előtti emlékekben is felfedezhetünk írásjeleket, melyek később a latin betűs írás terjedésével bővültek. Természetesen őseink a számok lejegyzésére is saját jeleket használtak. A számok tekintetében valószínűleg, hogy egy sokkal ősibb számjelölési alkalmazást vett át a rovás, amely nagyon hasonlít a római számok rendszeréhez, tehát egy összeadó jellegű számrendszer, additív számrendszernek hívjuk. A különbség viszont az, hogy a római számokhoz képest logikusabb a fölépítése, tehát például a 9-es számot, azt egy 5-ös számmal és hozzáadott 4 darab 1-essel jelezzük, nem pedig a 10-es elé helyezett mínusz 1-jel. Ennek az a következménye, hogy a rovás számrendszer az teljes mértékben megegyezik az abakusz számoló eszköznek a használatával, így tulajdonképpen az abakusz gyors számolási technológia az egy az egybe átvehető a rovás számokra. Hát a rovás szám sorba 1, 2, 3, 4, ez 4 vonás egymás mellé írva. 1 az 1 vonás, 2, 2 vonás, 3, 3 vonás, 4, 4 vonás, és az ötödik így a kézzel mutatható. Ez valamikor Hermann Ottónak, amikor az Alföldön járt, egy rovás pásztor mesélte el a Hortobágyon, gyönyörű, hogy benne van a kezünkben is a rovás számsornak a 4-ese, illetve a 5-ese. A római abba különbözik, hogy a 4-es az 5-ös elé ért egyetlen egy vonás. A 10-es nálunk a magyar rovás írásban a 2-5-ös összeadva, az X úgy, ahogy a római számoknál is, az X van a rovás számoknál, 2x5 az 10. És ha megszorozzuk ezt, mert az S az a szorzást is jelenti, tehát az X-be beleír az ember egy vonást, akkor ez 100. 10x10 az 100. Ha újra szorzom, ha viszintesen is belehúzok egy vonást, akkor ez 1000. Tehát a rovásírás éppen olyan bölcseleten, ősbölcseleten, Istentől való ősbölcseleten alapul, mint ahogy maga a rovásírásunk is. Bár nemzeti írásunk történetében az elmúlt ezer esztendő viszontagságos és akadályokkal tűzdelt volt, a rovás megállíthatatlan fejlődésnek indult az utóbbi 2 évtizedben, melyben különösen nagy eredményeket hozott az elmúlt 3 esztendő. Mennyi elfojtott érzés, mennyi türelem kéne még, mennyi elpazarolt érték volna elég. Mennyi kárba veszett tehetség tűnik el nyomtalan, s meddig érzem még, hogy sötét fölöttem az ég. A
Rovás Alapítvány által szabványosított helységnévtáblák ledöntötték a trianoni határokat. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Míg magyar szóra, magyar szó felel. A Kárpát-medencében immár 163 településen közel 500 tábla hirdeti a rovás írásnak a jelenlétét és használatát, ugyanakkor a magyarság összetartozását is. Ezek a táblák nem csak gyakorlatban szolgálnak, tehát tájékoztatást adnak, hanem az egyik legkiválóbb oktatási eszköznek is bizonyultak. A legtöbb ember ugye kötődik a saját településéhez, ezért óhatatlanul is eljár ugye a táblák alatt, és szépen lassan betűnként megtanulja, emlékezik rá. A táblákon kívül a másik nagyobb fejlesztése volt a jelenkornak, a rovásos könyvnyomtatás technológiájának a kidolgozása. Elsőként a legnépszerűbb könyv, Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye jelent meg rovásos változatban, de ősi betűinkkel olvashatjuk a Bibliából az Új Szövetséget, és készül már a Vas Albert életmű sorozatként való kiadása rovással. Az Új Szövetség kiadásának a híre az eljutott a Vatikánba is, és mivel a Szent Jaromos Katolikus Biblia Társulattal közösen alkottuk meg egy jóváhagyott hivatalos bibliafordítás alapján az Új Szövetséget, ezért abban a megtisztelő lehetőségben volt részünk, hogy február 15-én nyilvános audiencián, a gyűrűcsok keretén belül személyesen adhattuk át 16. Benedek számára ezt a könyvet, aki a ceremónián tulajdonképpen a protokolláris udvariasságon túl, kicsikét meg is állítva a gyűrűcsókra járulók menetét, nem csak hogy belelapozott ebbe a könyvbe, hanem kérdéseket tett föl a székely magyar rovással kapcsolatban. Nagyon megtisztelő volt ez, és úgy gondolom, hogy itt nem az a lényeg, hogy ezt személyesen vagy a Rovás Alapítvány részéről adhattuk át, hanem ez minden magyar ember számára, sőt, az állami diplomácia számára is egy olyan sikertörténetként mutatható fel, amely igazolja azt, hogy egy ilyen mély gyökerekkel rendelkező kulturális örökség az nem csak nekünk fontos, hanem a világ bármelyik kultúrnépe, bármelyik országa nagy figyelemmel és néha-néha még akár irigységgel is tekint erre a kincsre. Teljesen egyedülálló népszerűség növekedésnek örvend Európában az újkori rovás. Mivel többféle írás és betűváltozat is kialakult a székely magyar rovás történelme folyamán, szükségessé vált a rovó közösségen belüli egységesítés. A könyvnyomtatás és a rovástábla állítási misszió megkövetelte a modern tipográfia alkalmazásával egy sokkal olvashatóbb, lágyabb betűkészlet megalkotását. Jelenleg az Unicode-ban való szabványosítás van folyamatban, így hamarosan lehetővé válik a rovás számítógépes vagy akár mobiltelefonos felhasználása is. Szinte napról napra új híreket kapunk arról, hogy a technika, az oktatás, a média terén új csoportok, új fejlesztők, új kutatók megjelennek, és a saját maguk ötletei alapján megpróbálják a rovást alkalmazni. Így jutott el a rovás az űrbe is, megelőzve az első magyar műholdat, a Moszatot, melynek emblémáján rovással is feltüntették annak nevét. Charles Simonyi még a műhold fellövése előtt űrturistaként felvitt magával egy ilyen emblémát, hogy azt a nemzetközi űrállomáson láthassa el aláírásával. Ez volt az első alkalom, hogy a rovás megjelent, a székelymegyar rovás megjelent az űrben. Úgyhogy ezt Charles Simonyi nem csak egyszerűen a kezébe adták, fölvitte és ott aláírta, hanem konkrétan úgy vitte föl, hogy tudta, hogy ezzel egy kulturális, magyar kulturális missziót teljesít. Az általános rovás felhasználás terjedésével eljutunk oda, hogy egyre nagyobb lesz az igény arra, hogy ezt az íráskultúrát az iskolában oktassák. A kutatásaink folyamán véletlenül jöttünk arra rá,
hogy a magyar nyelv latinbetűs írásában az íráskép nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amely nem egyértelmű. Felnőttek számára ez kicsikét olyan fából vaskarika, hiszen mi már szóképeket olvasunk. A gyerekek viszont 2-3 évig még nagyon sokszor betű szerint olvasnak, ezért számukra ez gondot okoz, sőt kudarcélményt. Itt egyetlen egy példát sorolnék föl, például egy szó közepén található CCS betűkapcsolat, amelynek a kiejtése háromféle lehet. A locsan szóba két cséként ejtjük ki, a tánccsoportban C-cséként, a vicc sorban pedig összetett szóként, két C-ként és egy S-ként. Ilyen betű kapcsolatoknak a száma meghaladja a 200-at, tehát minden hatodik szóban előfordulhat olyan elméleti betű kapcsolat, amelynek az olvasata nem egyértelmű. Itt a gyerekek megállnak, így lesz a pácsóból pácsó, és az egészségből egészen más hangalak. Ezért most foglalkozunk egy olyan gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogyha az írás-olvasást, tanítását a gyerekek a tökéletes fonetikai képességgel rendelkező magyar rovással kezdenék, nem lenne kudarcélményük, megtanulnának pontosan írni kiejtés szerint, és a rovásból a latin betűre való áttérés az egy egyirányú és egyértelmű megfeleltetés, tehát egy rovás G betűt, azt mindig G betűként olvasok, egy rovás S betű az sosem SZ, mert egyelünk van rá. A rovás oktatásnak a beillesztése az egyrészt pedagógiailag, technikailag, és nagyon fontos, hogy érzelmileg is egy olyan kötést adna a gyermekek számára, amely túlnyúlik egy-egy tantárgy keretein, és természetesen megerősíti az identitásukat, az önazonosság tudatukat. Szerintem, ha a környezetünkben élő bármelyik népnek lenne ilyen ősi írása, azt tanítanák az iskolában, ez a fajta írás az eredendő velünk született gondolkodást hívná elő. Tehát az embernek a gondolkodása nem szűkülne le, az embernek a gondolkodása nem lenne sivár, az embernek a gondolkodása nem lineáris lenne, hanem embernek a gondolkodása kerek lenne. Bölcseleti kerekség lenne benne is, mondom én, aki gyerekeknek, általános iskolás gyerekeknek a táboromban is okítom a rovásírást, örömmel tapasztalom, hogy a gyereknek rögtön eszébe jut a formához, illetve a hanghoz kötődő szóbukor. Tehát előhívódik benne az, ami egyébként leárnyékolt a civilizált világba, itt nálunk Magyarországnál. Ha úgy tudjuk a nyelvünket leírni, hogy az a legkönnyebben, legszebben, legalkalmazhatóbban történik, az nem is kell indokolni, hogy mindenki látja, ez az oktatásban, az írás-olvasás készség kifejlesztésében rendkívül nagy szerepet vállal. Rovásos írásunk ősi tulajdonságunk hordozója, a természetes műveltség ölt benne testet, amelynek hierarchikus rendszerében minden mindennel rokon, mert általa nem a ki, hanem a megtalált törvény igazítja az ember életét. Na most a mai korban ahhoz, hogy ezeket a hagyományokat meg tudjuk őrizni, bizonyos szimbólumokra is szükség van. És az egyik ilyen szimbólum az maga a rovásírás. De egyébként ez nem csak nálunk van így, minden nép a saját írását, a saját hagyományos írását fontosnak tartja. Gondoljuk csak a japánokra, akik háromféle betűvel írnak, de bárki más is. Tehát például az oroszok is átállhattak volna a latin betűs írásra, de nem álltak át, hanem azért nem álltak át, mert ugye volt nekik is egy hagyományuk, és lényegében ezt meg akarták tartani. És ez a többieknél is mindig van. Szerbek például kétféle latinul is, meg cirilbetűkkel is írnak, de mindenképpen megtartják a cirilbetűt, mert ez nekik fontos. Ez egy olyan kincs, amelyet méltatlanul nem becsülünk meg, és nem becsültünk meg a múltban, és nem csak birtokában vagyunk ennek a hatalmas jelentőségű kultúrkincsnek, hanem a felelősség is a miénk, hogy ezt továbbadjuk. Egy múzeumban zárt leletegyüttest bármikor össze lehet gyűjteni, el lehet szállítani, el lehet zárni, sőt, el is lehet égetni, mint amire voltak már példák a magyar történelemnek nem is olyan régi időszakában. Ezért a mi feladatunk mai rovóknak az, hogy egyre több olyan rovás emléket állítsunk, egyre több olyan rovás emléket hozzunk létre, amellyel többé nem lehet azt megtenni, hogy valaki ezt betiltsa vagy elpusztítsa. A rovásírás
el fogja nyerni a maga szerepét, és a rovás írás jelen lesz, és rendeltetés szerint tanítják ezt a általános iskolában már, akkor ez meg fogja változtatni az ember gondolkodását, az ember gondolkodását a teremtett világra, az ember gondolkodását saját szerepéről, meg fogja változtatni a gondolkodását arról, hogy a családnak, nem csak az egy embernek és a nemzetnek, annak rendeltetése van, annak dolga van, Istentől elrendelt dolga van.